Streetside freestyle battle, Streetside graffiti battle egyszerre egy rendezvényen, ilyen még nem volt a világ történelmében, és azért is jó ez, mert gyakorlatilag a picike kis lukakban, amikor a freestyle verseny elhallgat, akkor a graffitisekre lehet fókuszálni. Nagyon imádjuk ezeket a srácokat, akik ilyen szép alkotásokat művelnek, és végre hosszú évek után újra van Streetside graffiti battle is. Ami azért is jó, mert ugye ezek rokon műfajok, ugye a hiphopnak öt pillérje van, graffiti, rap, break és a DJ-izm. Ugye ez kiegészült már manapság a beatbox-szal is. És hát nekünk a Kukával, az Animal Cannibals-szel ugye egy közösen kettesben már réges-régóta egy ilyen hitvallásra, meg küldetésünk az, hogy a hiphop minden pillérjét egy picikét segítsük a mi szerény kis lehetőségeinkkel. Téma Beast. Angolul, magyarra lefordítva pedig bestia. Mi más keserítené meg egy férfi életét? Mi a legbestiább bestia, mint egy nő? Ez persze jó értelemben csak. Elég sűrűn van nyaranta ilyesmi, úgyhogy így... De persze nagyon jó, mert mindig egy marha jó buli keveredik ki ebből. És el vagyunk, végre összejön a csapat, mert hogy már mindenki lassan 30-on felül van, és így éli a saját maga kis életét, már nem az van, mint régen, hanem így csak ilyen alkalmakkor tudunk igazán összejönni, és egy kicsit haverkodni és foglalkozni azzal, hogy milyen úton jár a másik. Óriási öröm számunkra az, hogy van ennek az eseménynek több támogatója, akik tényleg időt és energiát nem kivélve ilyen ügyek mellé állnak. Tényleg ritka mai világban az, ebben a válságos időszakokban, hogy cégek ilyen partikra áldoznak, és így utólag is szeretném megköszönni minden kedves támogatónak. Ez tényleg fontos dolog, szerintem az, hogy a feltörekvő tehetségeket támogassuk és egy picike életkedvet adjunk. Tudom, hogy közhely, de az ilyen közösségi élmények, amik vannak, meg az ilyen fiúk, mint ez, akik lelopják a sapkámat, egyébként olcsó sapka volt, meg úgyis egyébként kölcsön sapka is tőle kaptam. Hallott kajak, ha veled szemben repperek, előbb-utóbb benned az életet kajak leperek. Nem most úgy kasszálnál, mint a nyertes, de passzolok a kasszánál. Mert már esélyed nincsen, megjátszott, hogy te vagy veles, de a freestyle isten, de minden szinten itten lehet vagy értes. Baszd meg, ez itt rapplunk, hogy reszke! Mi? Hogy a primek csak egy szaros hús? Anyád nem vágta, hogy létezik abortusz? Ho! Tudod, hogy én rontottam a kasszát, a kérdés, hogy apád gumi, még nem használ? Ho! Tudod, hogy a rapper penge, de lényeg, hogy én ma téged rappernek le? Jó! Mert mondtam már, hogy az anya penge, azért vagy retardált, mert rászoktál az anyatejre. Ho! 2011 It's Right Freestyle Battle, harmadik helyen végzett Pita, második helyen Rapla, és szerencsésen befutottam első helyen én, Big Mac. Nyereményem az 250 ezer szép magyar forint. 2007 óta folyamatosan elindultam ezen a versenyen, és most így 2011-re beérett az első hely. Tavaly második voltam, és hát nagyon örülök ennek. Mert tudod, hogy az életem kiméletlen, már évek óta kegyetlen a rappem, de a színpadon évek óta csak kegyetlenebb lettem.